Délelőtt 11-kor százak állnak sorban egy párizsi külvárosban élelmiszercsomagért. Olyan 800 ezer főt várunk, mondja az ételosztás szervezője. Ha ez nincs, kavicsot ennék, mondja ez a nő. Alig tudom kifizetni a lakbért, úszom az adósságban. Saint-Saint-Denis Franciaország legszegényebb régiója. Itt a legmagasabb a szociális bérlakások és a munkanélküliek aránya az országban. A koronavírus járvány az egyébként is a társadalom peremére szorult csoportokat katasztrofális helyzetbe sodorta. És a legrosszabb még ezután jön. Ez a válság hosszú lesz, mondja az egyesület vezetője. Tudjuk jól, hogy nem ér véget május 11-én. A kormány soha nem látott gazdasági válságot jósol a közegészségügyi válság után. És minden ilyen válságot először azok éreznek meg, akik ilyen helyeken laknak, mint mi, a külvárosokban. A szegénységi határ alatt élők számára az alkalmi munka, a segélyprogramok és az ingyenes iskolai étkeztetés fontos pillérei a létfenntartásnak. A szigorú francia kijárási korlátozások miatt sok segélyprogramot szüneteltettek. Az iskolákat bezárták, az alkalmi munkalehetőségek eltűntek. A koronavírusról eleinte sokan mondták, hogy egyformán veszélyes mindenkire, mára azonban kiderült, hogy mégsem egyformán hat az emberek életére, mondja a tudósítónk. A francia külvárosok elevene és sorsú lakóinak helyzetét még tovább rontotta. Akiknek van tipikusan alulfizetett kétkezi munkájuk, azoknak a járvány alatt dolgozniuk kellett. Az egészségügyi ellátás sokkal rosszabb, mint Párizs más részein. Márciusban a sok éves átlaghoz képest 62%-kal ugrott meg a halálozás. Ha belegondol, mit csinálnak ezek az emberek? Takarítás, közlekedés, logisztika, kiskereskedelem. Ők a nélkülözhetetlen dolgozók, magyarázza a szociológus. Ön is érzi az ellentmondást. Persze nélkülözhetetlenek, de nagyon bizonytalan körülmények között élnek. A francia hatóságok a külvárosokban kemény kézzel léptek fel a kijárási szabályok megszegői ellen. Április második felében több fiatal is összecsapott a rendőrökkel emiatt. A francia külváros egyelőre szolidaritással és összefogással reagált a válságra. Kérdés, mi lesz a karantén feloldása után. Opa.